A legenda szerint az ördögi Bill Gates védőoltásoknak álcázott méreginekciókkal próbálja kiirtani az emberiséget, vagy legalábbis drasztikusan lecsökkenteni a népességet. Mindezt állítólag be is ismerte egy nyilvános előadáson, és teljesen nyíltan beszélt róla. De vajon honnan ered valójában ez a sztori? Van-e valóság alapja? Mit takar valójában Bill Gates terve? Sziasztok, ez itt a Titkok és Talányok, benne Bill Gates és a védőoltások. Nos, ez igen izgalmas témának ígérkezik, tehát akkor Bill Gates. Gondolom nem nagyon kell bemutatnom a faszit, ha valaki nem egy lakatlan szigeten minden hírcsatornától elzárva töltötte az elmúlt évtizedeket, akkor nagyjából tudja, hogy kiről is van szó. Na most, ami Bill barátunkról már évek, de talán inkább évtizedek óta kering egy legenda, mely szerint azon mesterkedik, hogy védőoltásnak álcázott méreginekciókkal kiírtsa az emberiséget, vagy legalábbis radikálisan lecsökkentse a bolygó lakosainak számát. Mindenre amolyan bizonyítékként még egy előadásából kiragadott mondatot is felszoktak tálalni a rémüldöző netfogyasztóknak, hogy íme itt még be is vallja. Persze egy előadásból, a kontextusból kiragadott félmondatot nagyon könnyű félreértelmezni, pláne, ha azt egy teljesen más körítéssel tálalják. Sokak számára leszek most illúzió romboló, úgyhogy inkább fel is hívom a figyelmedet, ha mindenáron vakon akarsz hinni abban, hogy az öreg Bill gyerek maga a sátán, és egy bokor mögül lesz rád a méreginekciójával a kezében, akkor inkább ne nézd tovább ezt a videót. Ha viszont az igazságra vagy kíváncsi, mindenképp maradj velem. Garantálom, hogy ez esetben az igazság legalább annyira izgalmas és elgondolkodtató lesz, mint maga a legenda. Megdöbbentő adatokat, számokat fogsz hallani, és ha kicsit mögéjük gondolsz, felfogod, hogy mit is jelentenek ezek a számok, és mit hoznak magukkal, garantáltan végig fut a hátadon a hideg. Az első dolog, ami szöget ütött a fejembe, amikor az ördögi Bill Gatesről hallottam, az az volt, hogy mindezt állítólag mindenféle konferenciákon mondta ki nyíltan. Tényleg ennyire hülye lenne? Sok mindent el lehet mondani erről a csávóról. Egy ganéláda az üzletben, mocskos módszerekkel tört a csúcsra. Ezek kétségtelenül igazak. Na de az, hogy agyalágyult hülye lenne. Szóval, ha lenne egy ilyen ördögi terve, amit suttyomban véghez akar vinni, akkor azt nyilvános előadásokon meg tévéinterjúkban reklámozná. Ennyire ne látna előre. Az a faszi, aki egyébként abból lett mocskos gazdag, hogy mindig legalább egy, de inkább két-három lépéssel a riválisai előtt járt. Ahhoz, hogy értsük, miről is szól a Bill Gates féle elmélet, először foglalkozni kell egy kicsit magával a népességrobbanással és annak okaival. Nem véletlen, hogy a Bill gyerek is Afrikára koncentrál, hiszen valójában ott van nagy baj, óriási baj. Sokan még mindig nem fogják fel, mekkora is ez a baj. Hiszen Európában, vagy éppen Észak-Amerikában már rég beállt a népesség szám egy normális szintre. Ázsiában legalábbis úgy tűnik, hogy kezd normalizálódni a helyzet, bár azért ne kiabáljuk el. Viszont ami Afrikában történik jelenleg is, az döbbenetes és óriási katasztrófával fenyeget. Döbbenetes adatok következnek, és ha valaki végig gondolja ezeket, és ezek lehetséges következményeit, az egyből ráébred, hogy valamit tenni kell. Különben évtizedeken belül elszabadul a pokol. Afrika lakossága 1960-ban 283 millió fő volt. Nagy jólét mondjuk akkor sem volt ott, de fogadjuk el, hogy ezt a lélekszámot még el tudja tartani az a földrész. 25 évvel később ez a szám már 550 millió volt. Tehát egy generáció alatt gyakorlatilag megduplázódott a népességszám. Újabb 25 év elteltével, tehát 2010-ben Afrika lakossága már bőven meghaladta az 1 milliárdot. Két generáció alatt meg négyszereződött a népesség. Generációnként duplázódik a lakosság. El tudjuk ezt képzelni, hogy mit is jelent? Hogy legyen róla elképzelésünk, vetítsük ezt ki Magyarországra. Képzeld el, hogy mikor a mi gyerekeink felnőnek és családalapításba kezdenek,
Már nem 10, hanem 20 millióan laknánk ezt az országot. És mire az unokáink felnőnének és családalapításba kezdenének, már 40 millióan élnénk itt. És ha mindez nem lenne elég, a folyamat egyáltalán nem lassul. Jelenleg már több mint 1,3 milliárdan lakják Afrikát, és az már most biztosnak mondható, hogy 2025-re meghaladják az 1,5 milliárdot. Az ENSZ számításai szerint, ha semmi nem változik, akkor az évszázad végére Afrika lakossága meghaladja a 4,5 milliárd főt. Ez azt jelenti, hogy akkorra annyian élnek majd csak Afrikában, mint amennyien éltek 1980-ban az egész bolygón. Legalábbis elvileg. Mivel az nyilvánvaló, hogy ez a brutális népességrobbanás egy humanitárius tragédiába fog torkolni. Hiszen egyértelmű, hogy az a kontinens, ami 3-400 millió embert is csak úgy, ahogy tudott eltartani, képtelen lenne 3-4 vagy 5 milliárd embert etetni. Teljesen nyilvánvaló, hogy Afrika egy iszonyatos tragédia felé robog. És valahol, valamikor robbanni fog ez az időzített bomba. Ezeket a számokat látva elgondolkodtató, hogy vannak olyan politikusok, akik mondva csinált áttelepítéseket próbálnak meg látszat megoldásként eladni. Ezeket a számokat látva van bárki, aki egy pillanatra is komolyan gondolja, hogy 1-5 vagy akár 10 millió ember áttelepítése bármin is változtatna. Vegyük már észre, hogy itt már rég nem néhány 10 millió emberről van szó, hanem több 100 millióról, akiket valahová át kéne telepíteni ahhoz, hogy enyhüljön a nyomás Afrikán. És ha semmi nem változik, akkor hamarosan már milliárdos tömegről beszélünk. Na de hogy jön a képbe Bill Gates? Ahogy már mondtam, az öreg Billy gyerek most is több lépéssel a többiek előtt jár. Miközben a politikusok még magát a problémát sem fogták fel, legalábbis a reakcióikból ez jön le, addig ez a Gates gyerek már rég megértette azt is, hogy hol gyökerezik ez a probléma, és mi generálja. Nyilván leegyszerűsítve az, hogy Muszamba túl sok gyereket vállal. Afrikában nem ritka a 6-8 gyerek egy családban, mondjuk mostanában már inkább az elmaradottabb részeken jellemző ez, nem a nagyvárosokban. Na de miért van ez? Mondhatnánk, hogy azért, mert Muszamba hülye, buta, felelőtlen. Hiszen ha valamit nem értünk, akkor szeretjük lehülyézni a másikat. De ezúttal nem feltétlen lenne igazunk. A probléma gyökere, és itt kezd el majd érthetővé válni Bill Gates elmélete, hogy Muszambának nincs más lehetősége, ezért vállal 8 gyereket. Ez elsőre talán furán hangzik, pedig így van. Afrikában, legalábbis a nagy részén, még ma is ismeretlen fogalom a szociális védőháló. Pláne így volt ez az elmúlt évtizedekben. Számunkra, a nyugati típusú jóléti társadalomhoz szokott emberek számára teljesen elképzelhetetlen az az életmód, ami ott a mindennapok része. Muszamba, aki mondjuk egy elmaradott régióban földművesként éldegél, nem is álmodhat olyanról, hogy öregkorában ingyenes orvosi ellátást kap, vagy nyugdíjat. Számára egyetlen záloga van az időskori túlélésnek, ha a családja eltartja majd, akkor, ha már nem tud termelni, és beteges lesz. Ehhez viszont az kell, hogy legyenek gyerekei. Na most, mivel nagy gazdagság nincs arra felé, úgy kell kalkulálnia, hogy legalább 2-3 gyerekre, illetve azok családjaira oszoljon szét ez a teher. Mert akkor lehet biztos abban, hogy azok valóban összetudják dobni neki azt a kicsit, amiből életben maradhat. Na de a leánygyermekek itt nem számítanak a képletbe, hiszen azok ugye férjhez mennek, elkerülnek a családtól, és a férjeik családját segítik majd. És mivel nem mindig fiú születik, ez gyorsan oda vezet, hogy mire Muszambának összejön a 2-3 fiú, és végre úgy érezheti, hogy biztosított az öregkora, addigra a lányokkal együtt már is 6-7 gyereke van. De itt még mindig nem ért véget a családtervezés, ugyanis az elképesztően gyenge orvosi ellátásnak, járványoknak és sok helyen a nyomornak köszönhetően brutálisan magas a gyermekhalálozás. Még ma is vannak olyan területei Afrikának, ahol minden 7. gyermek még 5 éves kora előtt meghal. Döbbenetes adat, tehát 7-ből egy gyermek nemhogy a felnőtt kort nem éli meg, de még az 5. születésnapját sem. Ezeken a területeken egy család számára a gyermekhalál teljesen természetesnek számít. Éppen ezért
Amikor Muszamba az öregkorát tervezgeti, bizony úgy kell kalkulálnia, hogy a gyerekei közül valószínűleg nem mindegyik éli meg a felnőttkort. Ergo, ha azt akarja, hogy öregkorára legyen 2-3 fia, akik esetenként egy szelet kenyeret, egy marék rizst vagy éppen egy bögre tejet adnak neki, akkor jobb, ha most legalább 4 fia van. Ez meg a fent említettek miatt általában azzal jár, hogy valójában 6-8 vagy esetleg több gyereke születik. Viszont így a nyomor még nagyobb nyomort generál. De nem igazán van választása, hiszen a másik opció, hogy nem vállal nagy családot, és akkor, ha eljön az idő, hogy már nem tud intenzíven dolgozni, akkor szép csendben éhen hal. Nyilván ezt nem annyira szeretné magának. Nos, Bill Gates azt hangoztatja, hogy a megoldás az lehet, ha megszüntetjük azokat az okokat, amik generálják ezt a brutális népességrobbanást. Ha kialakul valamiféle szociális védőháló, és lesz normális orvosi ellátás, amiben a védőoltásokkal féken lehet tartani a járványokat, akkor Muszamba fiának már nem feltétlen kell azon agyalnia, hogy neki legalább 4 fiú gyermek kell, hiszen nem lesz már értelme a dolognak. Sokkal inkább az kezd el járni a fejében, hogy ha nem vállal 8 gyereket, csak 2-t mondjuk, akkor most sokkal könnyebben élhet. Ezzel beindulhat egy természetes lassulása a népességrobbanásnak, hosszú távon akár egy lassú népességfogyás is. Erről beszél Bill Gates, amikor azt mondja, hogy ha jól dolgoznak és lesz orvosi ellátás, lesznek védőoltások Afrikában, illetve lesz nyugdíj, akkor hosszú távon beindulhat egy népességcsökkenés, nem pedig arról beszél, hogy majd ő védőoltásoknak álcázott méreginekciókkal kiirtja az emberiséget. Persze ez utóbbi izgalmasabban hangzik, és valljuk be, szeretjük elhinni, ami izgalmas. Egyébként Gates is úgy kalkulál, hogy rövid távon túl nagy javulás nem várható, nagyjából 10, talán 15%-kal lehet fékezni ezt a népességrobbanást, ami mondjuk azt jelenti, hogy a következő generációnál már nem duplázódik a népességszám, csak 1,8-szeresére nő. Igazi javulás inkább hosszú távon 2-3 generáció múlva jelentkezhet, akkor juthat el odáig a történet, hogy Afrikában is általános lehet a családonkénti 1-2 gyerek. Jelenleg néhány területen, néhány nagyvárosban, ahol vannak munkahelyek, van nyugdíj, van orvosi ellátás, már tetten érhető, hogy mennyit változott az emberek családmodellről alkotott elképzelése, tehát valóban jó lehet az irány. Mondjuk nem kellett feltalálni a Bill Gatesnek a spanyol viaszt, hiszen elég volt csak visszanéznie egy kicsit az időben. Régebben Európában, vagy éppen Észak-Amerikában is hasonló volt a helyzet. 100 évvel ezelőtt még akár itt Magyarországon is teljesen megszokott volt az 5-6 gyerek egy családban. Mindent összevetve azért senki ne higgye, hogy azt gondolnám, Bill Gates egy makulátlan jellem, Mahatma Gandhi és Teréz anya szerelem gyermeke, aki esténként vizesre sírja a párnáját, hogy aznap csak ennyi jót tudott tenni másokkal. Nyilván erről szó sincs. Abban is biztos vagyok, hogy az ő Afrika projektjét sem csak az önzetlenség vezérli. Nyilvánvaló, hogy itt óriási pénzekről van szó. Aki ott be tud szállni az orvosi ellátás kiépítésébe, és pláne aki meg tudja vetni a lábát Afrika vakcina piacán, és számolatlanul szállíthatja majd a malária meg az ebola elleni oltásokat, az bizony dollár 10 milliárdokat fog zsebre tenni. Nem véletlenül lobbizik ennyire, hogy a nyugat öntse oda a pénzt az egészségügy felturbózására, hiszen ő abból zsebre akar tenni nem is keveset. Szóval Bill Gates, én úgy gondolom, megint kiszagolta a nagy bizniszt. Most azt, hogy hogyan lehet mesés vagyont lecsapolni majd Afrikán keresztül. Minden esetre azért a tanulságot is szűrjük le. Egy interjúból, beszélgetésből, előadásból kiragadott egy-egy mondattal nagyon könnyen lehet manipulálni. Az eredeti szövegkörnyezetből kiemelve könnyen lehet teljesen más jelentést adni neki. Itt is ez történt. Kiemelték a népességcsökkenést, meg a védőoltásokat a szövegkörnyezetből, és egymás mellé téve a kettőt már is el lehetett adni a Bill Gates méreginekciókkal akarja kiirtani az embereket című legendát. De természetesen kíváncsi vagyok a te véleményedre is, amelyet a kommentek közt megoszthatsz. Szívesen elolvasnám, te hogyan látod, hogyan gondolod,
Mit gondolsz erről az egészről? És itt ragadnám meg az alkalmat, hogy megköszönjem azoknak, akik az elmúlt videóhoz kommenteltek. Sajnos a YouTube letiltotta a kommentelési lehetőséget, így én az első nap visszakapcsoltam, aztán másnapra ismét eltűnt a lehetőség. Nyilvánvalóan azért, mert gyerekről szólt a videó, ezt el kell fogadni. Minden esetre köszönöm szépen mindenkinek, aki abban az egy napban oda kommentelt. Úgy gondolom, hogy nem voltak problémák a kommentekkel, de a gyerek szerepeltetése okán, ugye tilos a komment ilyen videóknál. Úgy gondoltam, hogy ezt mindenképp érdemes elmondanom, hogy tudja mindenki, hogy mi is történt pontosan, miért tűntek el esetlegesen a kommentjei. Köszi szépen! Nos, ez a videó ennyi lett volna, ha érdekesnek találtad, dobj egy lájkot. Amennyiben szereted az érdekes, esetleg elgondolkodtató történeteket, rejtélyeket, mindenképp iratkozz fel a csatornára, és ha már feliratkozol, ne feledd el bekapcsolni az értesítéseket sem, hogy mindig időben rátalálj a következő feltöltésekre. Köszi szépen a figyelmet, remélem találkozunk a jövő héten is. Sziasztok!